Sziasztok, ez itt a Vekker, akik ma reggel keltenek titeket, azok nem mások, mint Viola Hajnalka és papesti. A 2010 áprilisában indított Táska Rádió ma sem tréfa volt. A frekvenciák küzdelmében már nem csak létjogosultságot nyertek, még hallgatják is őket. Voltak rádiózás előtt ilyen tréningek, elmentünk másik rádiókhoz megnézni, hogy hogyan is történnek a dolgok, illetve hát ki is próbáltuk előtte, nem mindenkinek volt eleinte a mikrofon engedélye, csak az ülhetett be a stúdióba, akinek engedélyezték, és úgy látták, hogy erre megfelelő személy. A főszerkesztő bizonyosabban, hogy jó úton járnak, a fiatalok érthető információkat közölnek, amelyeket a hallgatók figyelembe vesznek és hasznosítanak. A műsorrend összeállításában nyilvánvalóan először is azt az arculatot próbáltuk megteremteni, ami a, a diáksággal ö, kapcsolatba hozható, vagyis a diákok napközben iskolában vannak, ezért kettőik tulajdonképpen nekünk csak ismétléseink vannak, utána kezdődnek a tulajdonképpeni műsorsávjaink, amit nyilvánvalóan olyan, olyan tartalommal kell megtölteni, hogy azért az értékeket képviseljen. A taktoborzok utáni tréning teszi egységes egészszi az étert, a hallgathatót. Az életre hívott trendparti pedig biztosítja, hogy bizonyosan egymásra találjanak a magánnyal küzdő fiatalok a kis közösségekben is.